reggelt kívánok! Hello! Most olvasom, hogy Barna is mit ér. Uksi Dragon, jól van, vigyázz magadra, köszi! Jól vagyunk, Maszkó, sajnos egy kicsit csúszik a költözés, úgy néz ki. A mi hibánkon kívül a tulajék elcsesztek egy-két dolgot, aztán most akár hónapokat is csúszhat az egész, amiért nagyon szomorú voltam, meg kicsit kiakadtam. És hát még majdnem, hogy azt mondták, hogy fizessük ki a felét, mikor közünk nincsen hozzá. Max annyi közünk van hozzá, hogy lol, ugye majd azt a házat veszik meg, és hogy ott fogunk lakni, de amúgy nem a mi költségünk, és nem a mi hibánk. Mindegy, de a lényeg, hogy hát sajnos akár több hónappal is késett az egész, úgyhogy kicsit szomorú vagyok, mert már nagyon szerettem volna szeptemberben ugye ott lenni, cicázni and stuff, you know. Úgyhogy kicsit magam alatt voltam tegnap, ugye szóltam Dragonnak, hogy úgy volt, hogy tegnap játszunk. Tehát így nem volt semmi lelki erőm hozzá, hogy én most így játszak. Ezért sikerült így elszúrniuk az alaprajzot. Annó KP-re, amikor megvették a házat, nem foglalkoztak vele, meg mit tudom én, aztán nem jól van a ház, és így nem kapunk rá hitelt, úgyhogy nagyon elcseszték az egészet. És azt mondom, hogy gyümölcsbe adok neki. Ezt odaadom neki. És tudom hova rakni. Úgyhogy el kell menniük a földhivatalba, lejelenteni, stb. Csak aztán még még mondták, hogy hát ugye statikus, energetikus, minden kell gyakorlatilag. Aztán még megkérdezik, hogy ez egy ilyen 5-600 ezer forint lesz alsó hangon nekik. Aztán mondták, hogy hát hogy kifizetnénk a felét. Hát mondom, nem. Hát ne haragudj, hát most kaptatok több millió előlegát. Meg mit tudom, milyen foglalót. Nem, hogy hiányoznak, hanem nem ugyanazok. Tehát például a nappali meg az előszobának egybe kéne lenni, erre külön van. A melléképület, tehát a nyári konyha meg a garázs, az meg nincs is rajta. Igen, tehát nem is értem. Csak gondolom, ugye mivel válnak, ugye a válási vizék, az ottani ügyvédek is drágák, meg mit, tehát hogy gondolom, ugye már el akarták volna azt a pénzt ugye költeni, de hát bazd meg, ha most ők, bocsánat, hát ők rontották el, meg ők nem foglalkoztak vele annó, akkor hát sajnálom, oldják meg, tehát ő akar a házat eladni, nem én. Lemondhatja, és akkor visszakapok kétszeres foglalót, csak nem lesz házam, és ez azért... régebbi, de ugye fel van újítva, és ők még annó KP-re vették, és ezzel ők nem foglalkoztak. Oda mentek, letették az asztalra a pénzt, azt mondták, hogy kell a ház, viszlát. Aztán azóta sem, ugye dolgozgattak rajta, meg mit tudom én, de belül. Kívül már azt mondta, hogy őnekik is ilyen volt, tehát hogy ők is így kapták meg, hogy a garázs meg a melléképület már ott volt, és így nem foglalkoztak az alaprajzi területekkel. Viszont mivel itt most hitelre akarunk venni házat, ezért ugye nem lehetett elmenni emellett, és az az igazság, hogy ez, ha más ment volna oda és mondta volna, hogy hitelre akarja megvenni, akkor más is így járt volna, tehát ez nem a mi sarunk. Hát persze, hát azért mondom, hogy csak itt most nekem annyi a problémám, hogy csúszhat az egész. Így van, ha megveszünk KP-re, akkor ezt még nekünk kellett volna kifizetni, így van. Vagy másnak ugye, mert akkor is benne van a pakliba, hogy ugye más is elvihette volna, érted? Tehát itt... De ez a durva, hogy... Hát egyébként nem is értem, hogy ilyen KP-t, ez, hogy mindegy.
De mit akarok mondani, hogy... ez bárkivel egyébként előfordulhatott volna, tehát hogy nem is, nem az, hogy most nekünk van, szerencsétlenül jártunk, vagy ilyenek, ezt bárkivel megcsinálhatták volna. Csak én megmondtam, hogy no, hát... te fasságot csináld, akkor meg, hát... Na mindegy, úgyhogy csak ezért nem voltam tegnap, mert nagyon-nagyon magam alatt voltam. Így is ugye az, hogy mi oda megyünk, nekünk még alapból majd költeni kell. Ebben az évben nagyon nagy izéket nem tudunk rákölteni, nagyon nagy összegeket, mert... hát ugye nincs miből, viszont majd a villanyt ezt meg kell csinálni, szóval... Régen nem volt divat az alapra, azért semmilyen kis ilyen nyilván akarnánk adni. Akkor fennmaradhatóság engedélyt kérnünk kell. De eddig minek? Ja, hát ez... aha. Hát itt most... Itt most szerintem ugyanez a helyzet, hogy ez ilyen régen megvették valakitől, aki ugye mit tudom, idős volt, vagy ilyenek, nem foglalkozott vele, meg nem kellett. Aztán most meg szívnak vele, de hát sajnálom, hát azért... Ez nem tudunk mit csinálni. Várjál, recycle-elünk egyen. Szia Leslie! Szia! Mi a helyzet? Ja. Minden is. Na mindegy, úgyhogy mondom, ezért én egy kicsit most magam alatt voltam tegnap, olyan úgy volt, hogy tegnap följövök, ma nem leszek, és akkor holnap meg följövök, mert mondom, péntek, vagy milyen nap van? Ja, szerda van, igen. Holnap után, vagy na, ma meg holnap leszek, pénteken már nem leszek. Igen. És megnéztem, már nem tudtam milyen nap van. Úgyhogy... görög nyaralásra... nyaralásra... nyalogasd a görögöt. Mi? Nem. Szóval... meddig mentek ki? Meddig lesztek kint? Szia Szabina! Hello! Mi a helyzet? Görög, már nem is tudom mit néznék meg úgy igazán. Görögben van egy ital, ami nagyon izé... nálunk a pálinka, de nem itt eszembe a neve, basszus. Na most a fejre állok, se jut eszembe. Úzó, azaz, úzó, az. Na, olyat megkóstolnék. Azt megkóstolnám. Igen, személy, igen, hogy Vibekerek csúszkés írta, igen. Hát én tudod, hogy én milyen vagyok, mackó. Tehát én egy kicsit úgy bepánikolok ilyenkor már, ugye, bebeszélek magamnak egy csomó dolgot. Nem az, hogy feltétlenül negatív dolgokat, de ugye bepörög az agyam, overthinking-elek, stb. Aztán, ja, olyankor már kezdődik a pánik, tudod. Nem lesz meg, nem jó, nem kapjuk meg a hitelt, nem sikerül, nem, már... ilyenkor ez a legrosszabb nálam. Ilyenkor, most néztem egyébként meditációs izékat, ilyen lehetőségeket, hogy kell egy kicsit megnyugodni. Hát, túl sok mindent amúgy nem mondtak, nem, tehát, hogy... hát így nyugodj meg vegyél mély levegőt, meg így dolgok. Keress egy csendes helyet. Mondom, bazdnek, hát itt van mellettünk az autószalon, hát mondom, éjjel-nappal megy a porszívó, meg a izé. Mondom, itt sehol nem lesz csöndet se. Nincs, én bírom, aha. Egyszer, hát akkor még kicsi voltam,
bátyám akkori nője volt kint görögbe, és akkor ő hozott úzót, és én csak így megszagoltam, hogy milyen, és és éreztem azt a furcsa illetet, de soha nem kóstoltam meg. Nyugodjál meg, attól megnyugszó. Igen, ez körülbelül ilyen volt egyébként. Ilyen tanács volt egyébként körülbelül. Mint a negrecindér finnyi alkoholos mellékízzel. De ez nagyon jó lehet. És én nem túl gondolok, ki van ezzel. Hát én ugye most ezért járok dokikhoz, hogy ezt abba hagyjam, ezt az overthinking-elést. Vagy legalábbis ugye úgy van, hogy nekem segítséget próbál ugye nyújtani a doki, hogy milyen módszerekkel tudom kontrollálni ezt a dolgot. Hogy ne az legyen, hogy egyszerűen teljesen uralja az életem gyakorlatilag az, hogy folyamatosan mindenen pattogok, minden túl gondolok. Tehát, hogy most erre próbálok fókuszálni, hogy hogyan tudom ezt legyőzni. De ez gyakorlatilag nem egy túl pozitív dolog, főleg a mai világban. Persze ez a az odamész az orvoshoz, és akkor azt mondja, hogy az a bajod, hogy túl stresszes, hogy azt már komolyan, hogy pofár röhögöm egyébként. Kaphatok cappuccinót? Köszönöm. Mi? Nem tudtam, hogy üvöltek, hogy... Nem, szól a zene a fülembe, bocsánat. Jó, bocsánat. Mikor? Hát de engem... Most ez... Megbeszéljünk. Fiatalkorom egyszerűen nagyon bekarmoltam attól. Igen? Koktélban szuper tud lenni. Hú, nagyon kevés koktélt itt. Pedig én annyira elképzeltem annó magam, hogy én ilyen koktélos emberke leszek. You know, aki így beül a kis koktélbárba, és akkor így eliszogat a haverjaival, vagy something like that. És így nem az a baj, hogy nem megyek el, hanem nincsenek barátaim. Nem ám. Nekem sárt, de már kis általános iskolás korom óta túl gondolok mindent, sem tudom miért. Hát most figyelj, nekem ugye a szorongásos depresszió az, ami nagyon rányomja a bélyeget gyakorlatilag. A dolgokra, tehát hogy én attól nekem gyerekkori ilyen traumákból adódóan jön az, hogy mindig meg akarok felelni állandóan mindenkinek, ha valamit nem jól csinálok, vagy valaki nemet mond, vagy elutasítanak valamilyen teljesen mindegy a kontextus, csak az, hogy visszautasítást kapok, vagy nemet, vagy valamit, akkor ugye azonnal azt hiszem, hogy gyakorlatilag annak az embernek én nem létezem, mert soha nem hallgattak meg például engem gyerekkoromban, mindig ignoráltak, mindig azt mondták, hogy jaj, hogy csak túlreagálod, meg majd ezt kinövöd, meg most a pubertáskor, meg a hormonok, meg a része. Tehát mindig volt valami kifogás, hogy ne kelljen velem foglalkozni. Ez mind tanári részről, mind pedagógusi részről, mind szülői, családi részről. És ez nagyon-nagyon sok mindent befolyásol. Ezt nem fogom megcsinálni. Nagyon sok mindent befolyásol. Tehát a mostani pillanatban az életemben, vagy hogy mondjam. Tehát az, hogy folyamat elutasítást kapsz, amit tudom én, az is például nagyon rányomhatta a bélyeget például arra, hogy te miért vagy olyan, amilyen. Én tudom, hogy például én ezért vagyok túl gondoló, mert mindig próbáltam több tervet úgymond
fenntartani, tehát plan A, plan B, plan C, stb. Mindig próbáltam megfelelni, és hogyha valami nem tetszett valakinek, vagy nem volt jó úgy, ahogy, akkor mindig megpróbáltam másik irányba közelíteni a dologhoz. És akkor, amikor mindig kaptam az elutasítást, nem tudom én, akkor ugye mindig az volt, hogy hát ez megint az én hibám, ez nem jól csináltam, nem próbáltam meg eléggé, stb. Stb. És ugye ez az, amit egyszerűen, vagy amin nem tudok átlendülni, és amin nem tudok, vagy amit nem tudok feldolgozni, hogy mondjam, értitek? Ezért van az, hogy ugye most ugye elmegyek a dokihoz, és ő gyakorlatilag ugye ilyen, hát elvileg, krumpi nincs nálam, ő elvileg gyakorlatokat fog nekem tanítani azzal kapcsolatban, hogy ezeket hogy tudom kordában tartani, hogy tudom legyőzni. Hogy tudom azt elérni, hogy ne nőjön úgy a fejemre. Ah, de cuki! Ezt ide rakom. De ez is ugyanolyan, mint a kicsit, legalábbis én úgy érzem, hogy kicsit olyan ez a dolog, mint a cigarettázás, vagy bármilyen ilyen, nem tudom a magyar szót rá, ilyen addiction. Tehát ilyen... Segítsetek már, mi ez a szó? Függőség, hogy nem tudsz elszakadni dolgoktól. Igen, köszönöm. Meg azt, hogy megszokod a dolgokat. Ezeket nem lehet csak úgy... Tehát nekem például, most ha azt nézzük, 15-20 évnyi rossz beidegződést kell átfordítanom az agyamba, mert ahogy meghallok egy információt, nem a pozitív oldaláról kezdem el nézni a dolgokat, hanem azonnal a negatív oldaláról. Na most ezt a berögződést, ami az agyamba mennek idegpályák, ez gyakorlatilag 20 évnyi hülyeséget kell átirányítanom pozitív irányba, most bocsánat a szó ismétlésért, tehát egy pozitív irányba kell terelni, hogy egészségesen tudjam úgymond leélni mentálisan az életem, amennyi még hátra van belőle. És ez nem egy-két hét, nem egy-két hónap, stb. Az nagyon-nagyon-nagyon sok idő. És hogyha te már most úgy érzed ilyen fiatalon, hogy nagyon-nagyon sok ilyen problémád van, akkor abszolút nem kell várni. Nem éri meg várni, nem fog változni. Lehet segítséget kérni, nem szégyen segítségkérés. Én soha nem szégyenként néztem rá, csak én féltem, tehát én nem mertem segítséget kérni, mert úgy éreztem, hogy én nem érdemlem meg a segítséget, tehát ez megint más dolog. Szia Krizsó, szia! Menni fog. Én is remélem, de jó úton haladok, figyelj, sokkal jobban vagyok, mint egy évvel ezelőtt. Tehát egy évvel ezelőtt tényleg a pont ez az augusztustól decemberig tartó időszak volt a legnehezebb, és sokkal jobban vagyok, és persze nagyon nehéz még, de nem adom fel, meg igenis nyomni kell, és csinálni kell. Nem ragadhatok bele abba az egyetlen egy kis gömbbe, amit felépítettem magamnak anno abba a kis burokba. Csak azért, hogy úgy érezem, hogy biztonságban vagyok, mikor gyakorlatilag magammal cseszek ki. Például azzal, hogy mindenkit kizárok az életemből, stb. Stb. Etc. etc. Szia, Rozi! Így van. Akkor is játszottunk például. Nem, én nekem decemberben volt Szabina egy nagyon-nagyon súlyos idegösszeroppanásom, és
Én, tehát engem decemberben itt a többiek nem nagyon láttak. Tehát, hogy itt nem beszéltem senkivel, napokig nem szálltam ki az ágyból, annyira szálltam ki, hogy kimegyek a mosdóba, nem ettem, nem ittam. Tehát, hogy én annyira kikészültem abban a hónapban, hogy én senkivel nem voltam hajlandó, de itt nem csak ilyen online ismerősökkel, tehát hogy a saját párommal nem voltam hajlandó egy büdös szót se beszélni, nem szóltam hozzá. Olyan szinten aggódott már, hogy rám akarta hívni a mentőket, hogy most mi a franc bajom van, tehát nagyon durva volt. És én mondtam, hogy ebből elég volt, én ezt csinálom évek óta, én ezt nem vagyok hajlandó tovább folytatni, nem vagyok hajlandó gyakorlatilag tönkretenni a saját párom életét és a sajátomét, és mondtam, hogy jó, akkor most felkelünk januárba, mondtam, hogy jó, akkor most felkelünk az ágyból, összeszedjük magunkat, szépen letusolunk, rendbe rakjuk magunkat, és szépen elmegyünk az orvoshoz. Elmentem az orvoshoz, gyakorlatilag kaptam egy pánikrohamot ott helybe, és mondtam, hogy nekem azonnal szükségem van segítségre, mert nem tudom, hogy mit kezdjek így az egész szituációval, nem tudom, hogy mit csináljak. Tehát akkor már annyira rosszul voltam, hogy tényleg nem tudtam, mit kezdjek magammal. Szerencsétlen egyébként le a kalappal, mert tényleg bemegy a házi orvos reggelent, és akkor tudod, úgy van vele, hogy na jó, le tudjuk a mai vizitet, azt megyünk haza a rákba, érted? És akkor én megyek be, érted, és rám néz egy fiatal nőt, egy csajszit lát, aki bemegy kicsit félve, majd nem ül le, mert az se, hogy mondjam, tehát úgy érzi, hogy még az se érdemli meg, hogy leüljön egy székre, amivel kínálják helyjel, majd gyakorlatilag olyan sírásba tör ki, hogy nem tud megszólalni, hát valami 100, nem tudom hányas volt a pulzusom, 180, 109, az egy kicsit magas, hát nem éppen pánikrohamom van, igen. Le, elkezdett ő. Most így visszagondolva, így izé. Én amúgy csak rögök rajta, mert ezt előbb kellett volna. Ezt előbb kellett volna megcsinálni. Hát valamilyen, én megnéztem, hogy én nem foglalkoztam ilyenekkel, hogy most ilyen vérnyomások megjelenek, hogy soha nem volt magas vérnyomásom, és hogy milyen veszélyei vannak a magas vérnyomásnak, és megnéztem, hogy ez a 180-109-es izé, az, hát ez eléggé, hogy mondjam, hát nem jó. Megnyitott egy pár, mint kitartó, másra lehet csak itt, ha jött volna, mert nem tudta volna kezelni, abszolút, ez pontosan így van. Ez pontosan így van. Én nagyon-nagyon hálás vagyok neki, nekem nagyon-nagyon sokat segített, ha ő nem lenne, hát ő húzott ki az egész szeméthalomból gyakorlatilag, amiben ugye éltem évekig, tehát hogyha ő nem lenne, akkor biztos nem tartanék sehol. De ez nem csak egy párra igaz, hanem bárki, tehát barátokra, egy olyan személyre, egy olyan társra, aki ott van veled mindig, szülőre, bárki, akire tudod, hogy támaszkodhatsz, akkor merj neki elmondani dolgokat, és merj tőle segítséget kérni. És azért mondom, hogy ha te már ilyen fiatalon azt érzed, de egyébként teljes mértékben megérzem, hogy megértem, hogyha valaki manapság olyan stresszesebb, mindenki stresszesebb. A millennials, meg a Gen Z, ez így gyakorlatilag így olyan szinten le van terhelve, és én nem csodálom egyébként, hogy mindenkinek tele van a törpje az egésszel. Le vagyunk terhelve a tanulással, le vagyunk terhelve a munkával,
és akkor mindenki mondja, hogy, hogy dolgozz keményen, nyomjad, csináljad, szerezd diplomát, menjél dolgozni, menjél ide, menjél oda, össze tudod szedni a pénzt, itt nem tudod. Nem tudod, tehát most, ha az amerikai nagy álmat nézzük, tudjátok, hogy egy-egy apartman, ahol van egy ágy, az 2000 dollár havonta. Tehát gyakorlatilag egy friss, ha a diplomát néz, egy frissen diplomázott, azt se tudja merre, munkát nem kap, csak ilyen mit tudom én, eladói, vagy valami ilyesmit, tehát nem, szinte biztos, hogy a szakmájában nem kap ugye munkát, mert esetleg olyan szakmájában, ahova mindenképpen kell tapasztalat, de nem tud mit csinálni. És elmegy haza esetleg a szülőhöz, ha tud, megpróbál pár hónapig összeszedni egy kis pénzt, és hogyha sikerül talán, akkor el tud valahova költözni. De ez nagyon-nagyon kicsi az esélye. És mindenki ugyanígy le van terhelve, egyszerűen kidolgozzák a belüket, és soha nincs vége, mert nem fizetik meg őket. Hát ott hatalmas baj van, tehát ez az amerikai álmot, ezt most mindenki felejtse el. Főleg aki európai, mert most mi itt Európában viszonylag teljesen jó helyzetben vagyunk. Nem szeretnek beszélni az emberek, mert nem akarják elismerni, hogy az amerikai állam így, meg úgy, meg mit szól. Én most ki tudom jelenteni, hogy bőven nem mennék. Amúgy se vagyok egy nagy Amerika párti, de ha valamikor most hiszem, bőven nem mennék oda. Borzalmas. Nem tudok simízni, tudok csak. Kellene egy, ja, Krisztán raknál van ez. Köszönöm szépen. Tövenyelni, én is hasonló mélypontot éltem, megbocsánál. Végig az én is kell segítség, ezben szintén még nem támogatott, és most is hála nekik. Ez nagyon-nagyon sokat számít amúgy, amikor valakire tényleg támaszkodhat, és tényleg számíthat. Rengeteget segít. Azt mondtam, hogy ha előfordul, hogy úgy érzi az ember, hogy nincsenek barátai, nincsen senki támogató családtag, vagy bárki, akkor vannak erre akár közösségek is. Safe with a lock behind something, akkor ez nem van szerintem az éne. Hát vannak támogató közösségek is, akik ezzel foglalkoznak. Hol van egy safe? Csak itt lenne, nem? A lényeg, hogy ne hagyjuk azt, hogy... Atyana. Ne hagyjuk azt, hogy a fejünkre nőjön ez az egész. Jó, mondjuk ez a meditációs dolog, ez ettől függetlenül nekem néztem volna róla izéket, a videókat, de én ezt nem tudom megcsinálni. Hát, egyrészt ez, hogy keresünk csendes, sötétebb helyet, vagy valami olyan helyet így izéljünk, így válasszunk ki, ami csak a meditáció. Na hát most így két lehetőségem van, vagy az egyik szobapadlója, vagy a másik szobapadlója. Sok már lehetőségem nincsen, de nem is ez a lényeg, hanem egyszerűen az, hogy hát ez a ne szűrődjön be zaj, meg mit tudom én, meg ugye azért hallgattam a videókat, stb. Hát nem tudom, ez nekem kicsit fura. Vagy nekem zémje. Ó, levéljet. Gothic stool. Igen, hol van? Milyen kis izé. Ó, de kis aranyos. Igen. A bácsinál van még küldi. Az mindegy, hogy izé. Hány képet csinálok? Ennyire még nem voltam benne.
Úgyhogy egyelőre fogalmam sincs, hogy hogy ennek hogy kéne neki kezdeni őszintén. Aha, hát ez nem jó. All of the following, tehát három pici kell, meg három, Jézusom. Hát honnan szedek ilyen három bicit? Na várjál, itt van egy, kettő, három, várjál. Á, nem fér bele a képbe. Nem jó? Várjál, akkor várjatok. Nem fér bele, hát túl nagyok az állackák. Gyere csak, téged is elrakunk. Téged is elrakunk, hogy zsebre raktuk. Aha, pszichológussal kezdte. Hát, igen. Ugye ez az, amit majd én is szépen lassan megcsinálok. Na, tökéletes. Mert vissza mindenki a helyére. Kis démont is elrakjuk. Jó, neki mehet vissza. Te itt jó helyen voltál az előbb. Itt tehát nagyon-nagyon jó helyen vagy. Te meg itt. Te meg mondjuk itt. Nagyon jó. Na, szüljétjük is el. Majd mind vissza. Én még annyira ebben nem ástam bele magam visszatérve tényleg a sztorihoz. Tehát annyira nem ástam bele magam. Megnéztem egy-két videót, így érdekel, én inkább a jogát akartam választani, megmondom őszintén. És azt gondoltam, hogy ez fú, mekkora ötlet. De az is úgy vagyok, hogy most nem kaptál el a pekán diót, most miért vagy ilyen? Nem adja be a izét. Mennyi idő, fogalmam sincs, mindjárt kész vagyok, vagy nem tudom, hogy siessek, vagy ne siessek, vagy... Rizik nem látja pekándiót, ez a marha. Hát, de most miért nem látja? Megnehezíti a játék a dolga, mondjuk azt. Eljön, megpróbálom innen. Hop, hop, hop! Na, azt elkapta. Oké, oké. Hát nem tudom, Cuni, egy... negyed óra? Maybe? Sietek, próbálok sietni. Hogyha sietni kell. Úrszula nem volt küldi? Nem volt küldi. Jó, akkor megint a Priestnél van, a királynál van küldi. Apa. Na nézzük, mit mond a király ma. Na. Tényleg van valami igazság ezekben a izékben, azt mondja. Ezekben az állításokban, amit mondtunk neki. De nem csak szimplán a gyűrűvel kapcsolatos, hanem minden, ami körülvesz, azt mondja. Ha? Na végre kezdi felfogni, hogy mi a helyzet. Úgyhogy most már igénybe kell venni a szolgáltatásainkat, hogy segítsünk. Úgyhogy hozzunk neki a méltó alapanyagot. Ó, van minden, mint a bucsúba. Ez egy méltó felajánlás. Egy bocsánat, paltri az nem, a paltri az izé, az ilyen, hát ilyen elmegy, ilyen kis siralmas, de el kell, hogy fogadjuk, azt mondja. Igen, hogy mennyivel több jobb minőségű alapanyaguk van, de hát... Igen, tehát el kell fogadniuk. Hát ez van. Ez bizonyára szégyenletes, de hát... Jól van. Lehet, hogy ki kéne próbálnatok mind a kettőt, hogy az aranyat, meg esetleg a pasztel dolgokat is, hát ha az esetleg megy egymáshoz. Hát talán esetleg nem fogja egymást bántani, azt mondja. Hát lehet, hogy azt kell. Kicsit le kell csórósodni, tudod? A pornép közé, nem csak ilyen arany. Ó, micsoda izét kaptunk. Le kell alacsonyodni itt a pornép közé.
Sajnálom. Borzasztó lehet. Na várjatok, még egy priest van benne. Itt a küldik között. Biztos, hogy van leadandó donét. 100%-en láttam új kagylót. Amit... köszönöm a lörkeket, köszönöm szépen. Itt van még, amit le kell adni. Aha, kettő is van. Oh, három is van. Hoppá. Öt eladtam ezt annó. Hát, hogy eladtam. Na, jó van. Oh, what? What the heck? 10,000 coin. Okay, honey. Okay, honey. Easy money. Easy money. Wow, nincsen több ruha. Micsoda, nincs több ruha, vagy mi? Oh, van TV, science monitor. Menjen már, 5 precious gem, hát ezt legyártam. Van nála a gép. Hol a Jeremy? Ezt nem akarom izélni. Melyik, ez semi-precious, nekünk ezt kell, ugye? 5 volt, ugye? Azt hiszem. Hát nekem az kell, bolond vagy, hát végre van számítógép. Most már csak az internetet kell ide bekötetni, aztán meg is vagyunk. Hol van? Ott van. Let's go! Zsír! De hát ruhát is kell vennünk, várjál. Igen, olyan fura, hogy most nem engedte... Hát de hova rakom ezt a rengeteg ruhát? Na, arra gondolok, hogy akkor most csak ilyen nagy cseszteket lehet venni. És akkor abba bepakolni. Nézzük, hogy Charlotte mit akar. Ó! Azt mondja, hogy most már itt az ideje befejeznünk a történetét. De először is egy kicsit éhes. Úgyhogy hoznánk neki ilyen nagyon speckó kis gombákat, azt mondja Charlotte. Valami nagyon különleges gombát szeretne. Aha, jó, mondd meg, hogy hol van, és akkor elhozom, jó? Nincs kedvem keresgélni, és sietnem kell. Hoppá. Na. Az utolsó gomba. Na, nézzék. Na. Azt mondja, hogy ugyanazt a hibát elkövettük, amit ő is tett. Azt a hibát, ami az életébe került. Milyen hibát Charlotte, kérdezik. És nem sok maradt ugye itt a kózi szigetből a végére. Csak ugye ő, ugye a tűznek a hambai, és egy pár ilyen... Mi ez a berries to forage? Ilyen... Ja, bogyógyűjtögetés, oké. Okay. És persze ez a gomba. Amanita rubescens. Ezt nem hiszem, hogy nagyon le tudom fordítani. Tessék? Az oké, okay, csak hogy ez mi lehet. De az, hogy egy nagyon-nagyon finom kis csemege. De az egyik leghalálosabb a földön, azt mondja. A másikhoz képest. És majdnem, hogy teljesen ugyanúgy néznek ki. Na igen, nagyon-nagyon azonosak. Igen, felmelegített ugye egy kis olajat a kis serpenyőjébe, hogy ugye majd egy kis finom kaja segít elfelejteni a problémáit. Ugye megsütötte a kis tüzecske flémi felett, tudjátok. Igen, és ugye eléggé felmelegítette. Viszont amikor kajálta, és ugye elkezdte érezni ezt a fájdalmat a gyomrába, akkor hát tudta, hogy itt már baj van. Tehát akkor galócát evett, aha, csak összekeverte a két gombát. És senki nem maradt, hogy őt rajta segítsen. Ah. És ugye ez egy nagyon... Nagyon durva... Hát mi ez, ilyen pálya, vagy nem is tudom minek. Ez egy nagyon
kemény ösvény, amit így végigjárt, vagy nehéz, nehéz ösvény, amit végigjárt. Hát jobbat érdemeltél volna, azt kell, hogy mondjam, Charlotte. What the dog doing? Nagyon-nagyon gyakran elgondolkodott, hogy hol rontottál. What the dog doing? Köszönöm a lörkeket, köszönöm szépen. Károli! Tehát, hogy az életét gyakorlatilag... hát ugye... Ja, hát pislákolt éveken át, ugye ez a kérdés, ez még mindig gyakorlatilag kísértette, hogy hol rontottál. Hát szóval belehalt abba, hogy nem figyelted, hát ez... Tessék? Hogy nem főzte meg normális, aha. Ez egy valós dolog, és ő tényleg abba halt bele, hogy aha, tehát hogy nem főzte elég. A marha, látod, nem volt beleírva a kézikönyvbe azért. Nem nézte meg a Wikipédián, meg... Ez ilyen bolond volt, és ezeket is eladjuk. A monitort el ne adjam, hát végre van izé számítógépem. El ne adjam. Na, hát már csak egy mackó van hátra, ha minden igaz. Úgyhogy, mert Ellisonnak a küldét nem csinál, meg én nem fogok itt most nekiállni, ezért 10-20 kajákat főzni, úgyis kell majd az achievementhez. A Illuminati macinál nincsen semmi, nem tudom megetetni, úgyhogy csak a priest van hátra. Nyilvság, Roli! Mi a helyzet, baby? Na, azt mondja, hogy itt az idő, jókor jöttünk vissza. Beleakadtam a kábelbe. Szóval jó, hogy visszajöttünk. Igen. Jó, ezek megint ilyen nyomorult. Azt mondja, hogy halálán rágódott már mióta. És hogy képtelen volt gyakorlatilag felelősséget vállalni érte. És hogy szüksége van a segítségünkre. Úgyhogy vegyük el ezt a... Jaj, mi az a VPN? Ilyen... Én nem tudom, korbács. Korbács vagy ostor? Ha jól emlékszem. Hurt myself of sin. Tehát, hogy meg akarja... tisztítani a, hát, magát, a lelkét, a bűneit, hogy csak is kizárólag a bűnbánatra, a vezeklésre összpontosíthassa az elméjét. Fú, de utálom ezt, hogy... Bocsánat, nem azért, amiket mond, hanem, hát, de mégis azért, amit mond, mert... Tehát próbálta magát ugye meg, tehát saját magát ütni, ostorozni, de nem tudja megfogni normálisan ugye a nyelét. Hát sajnálom, én pacifista vagyok, én ezt nem csinálhatom. Ezt meg kell tenned, értem. Megérdemlem ezt a fumia punishment, büntetés, köszönöm. Mert hogy elhagyta ugye a izéját. Hát ezt a nyájat gyakorlatilag, és most ugye ezen a hatalmas lélek, vagy hát ez a Great Spirit, ugye a fejebb való elhagyta őt gyakorlatilag. Szóval nem tudunk neki segíteni. Hogyha nem vagyunk hajlandóak asszisztálni, vagy segíteni ebbe a vezeklésbe, akkor hagyjuk csak békén. Az micsoda? Ez mi? Ez valami, amit tudok sütni? Vagy ez micsoda? Nincs hozzá szöveg. Ez micsoda?
Tornó. Ez mi? Ez mi? Úgy néz ki, mint valami izé, ilyen bőségszarú, vagy valamilyen... Tudom csinálni? Ó, tudom csinálni. És nagyon sok gomba kell hozzá. Várj, ezt nekem le kell izé, ezt le kell sütni. Nincs sok minden, csak vagy. Mindenki csak van. Ha milyen nap van ma? Hát... Tök jó idő van. Lehet elveszni a jó időt. Ezt nem így akartam. Már én kiveszek egynyel. Tök jó ilyen, nem tudom, valamilyen grillezős idő van, vagy nem is tudom. Grilleznék még. Ezt nem égetjük el. Ezt elégetjük. Ilyen kempingezős, tudod? Ilyen kempingezős idő van. Nem mennék. Na, 45, ez teljesen elég. Én ezeket ide szerintem be is pakolom. Jó, és gyorsan ezt legyen. Az a baj, egy pár percet erre várni kell, úgyhogy én addig nem tudom, körbe fuckározok. Hogy megnézem, hogy mit tudok sütni. Nem, most nincs kedvem várni. Na ezt csináljuk meg neki. Jó, sok mindent izé kért hozzá. Egyedül. Hát ő nem egyedül gondolt, egyedül nem, vagy egyedül is lehet kempingezni. Én emlékszem, amikor kicsi voltam, akkor mamámnál sokszor csináltam azt, hogy felállítottam a kis sátramat. És a csatni az egy izé, az egy új. Fú, nem sok happy impeszenszem van, hozzáteszem. Mindegy. Felállítottam egy kis sátrat, és ugye voltak babáim, meg játékaink, de elég kicsi voltam. Így ott kint aludtam ilyen nyári napokon, amikor ilyen tök jó idő volt. Aha, ezeket tudnám legyártani. Ez mind fruit cuckál hozzá. Mushroom tamari, na azt nem tudom legyártani. Egy ilyet letudok. Hát szóval egy pár percig megérkezik a posta, és utána tudok menni. Hát nézzük meg a fruit jam-et. Gyertek egy párat. Nem tudom, addig megetetjük a kis tüzet. Vagy nem izé, rosszra nyomtam. Tudom, mire legtetején van ezt, hogy hagyjam el a szigetet, basszus. Hát most majdnem rányomtam. Azért menjünk be, rakjuk le itt benne a számítógépet. Nem tudom, fan decornak számít ez? Rare decoration, astronomy. Hova rakjam én ezt le? Ide kéne csak valami kis asztallal, nem? Vagy asztal a székkel? Nincs itt valami szék, amin tudnék esetleg használni? Ó, még ezt sem csináltam meg. Mi van itt? Lehet, hogy kéne még cica majd. Húha. Ajaj. Beragadok a végén. Ezért nem ide fogom rakni, hanem ide hátra. És akkor majd ezt fogom itt berendezni szépen. Így. Ez itt lesz benne majd a sarokban. Majd ide kitalálok. Opa. Ide kitalálok majd valamit. Valami szobát. Hát sajnálom, hogy nem laknak így közel hozzád. Ilyenkor nem tudod megoldani, nem tudom, hogy így
utazd egy kicsit, hogy ilyen nem... Tehát hozzatok össze egy hétvégét, hogy menjetek le a Balatonra mondjuk, és akkor menjetek el egyet sátrazni, vagy ilyenek, vagy csak egy napra, hogy tényleg egy lementek, úsztok egyet, mit tudom én, esztek egy valamit, ilyenek, sátraztok egyet, vannak ilyen kemping, annó, mikor ott laktam, még régen, 8-as évek, jó nem? Szóval pár éve még voltak ilyen kempingparkok például, meg ilyenek. Szia Barna! Hogy vagy? Jobban vagy? Baszus, olvastam, hogy mit csinált a Discordon, de hogy sikerült magadat így lenyúznod, ha? Bébike. Hogy sikerült? De van egy csomó ilyen lehetőség, amit lehet fiatalon csinálni. Fesztiválok. Jó, mondjuk nem mondom most, azok nem egy olcsó mulatság egyébként. Mert például a Fezen is most volt. Például. Nem mondom, mert nem, abszolút nem olcsó. Ezeket leszettem a virágokat? Leszettem a virágokat. Szerek pénzt pillanat, mert nincs pénzünk, csorók vagyunk. Hoppá. Tesz, hogy 2-ből 0 azért... De ez kemény. Na jó, ugye, amint kírja, hogy azért mentek a postáért, már rohanok is. A CV közepén van, ott van kisebb minden, és felett a sauna. Ja nem, hát figyelj, nem úgy fiataloknak, tehát én nekem, megmondom őszintén, hogy az a fiatal, aki annak érzi magát, tehát hogy... Ó, megjött a levél. Tehát én szerintem egy bőven 40-es, 50-es éveiben járó ember sem öreg még. Tehát, hogy én ezt nem tudom úgy nézni, hogy csak azért fiatal, mert 20 éves, vagy 20 éves. De ó, köszönjük szépen, hello! Tehát úgy fiatal, hogy érted, hogy aki még érzi magában az erőt, hogy menjen és tomboljon, és ezért bulizat. Tehát nem akartam ezt így elnézést, hogy félreértető vagy. Nem is akartam jegyzőkönyvet felvenni, hiszen már most találnak benne is fáj, nem is fáj. Legalább történt ma valami, de hát basszus, hogy intéz, hogy Istenem. Na, várjatok, odaadjuk neki ezt, szerintem ez ilyen bőség szarúja, én úgy gondolom. Tehát hoztunk neki egy ilyet. Ennyi mindennel, ennyi finomsággal. Ezek egykor ugye ilyen, mi ez a bankötz, ilyen, most összejövetelek asztalait díszítették, amit gyakorlatilag a föld ajándékaként szimbolizált. De nem is érdemli meg ezt az ajándékot. És itt van... Visszaadja azt az aranyat, amit annó adtunk neki. Nem is használta. Sok meg annyi dologgal. Hogy például félre... mi ez a misjudged? Rosszul ítélte meg a polgármestert is. Tehát az ilyen fesztiveket bújtsdolgok adni, és egyikünk sári anyagilag jól. Én amikor voltam csóró és fiatal, mondom miatt a Balatonon fogtuk, lementünk a partra, sártaroztunk egyet. Max vittünk magunkkal kaját hűtőládába, meg italokat, üdítőket, stb. Úsztunk a Balatonba, napoztunk, chilleltünk, aludtunk, azt másnap mentünk haza. Jó diákjeggyel, akkor nem volt azért annyira... Ezért a vonatjegy például, hogy mit tudom én, 1000 forintból megfordultál. Mármint a gyertet, hogy oda 1000, vissza 1000 is. Nem kellett nagyon költeni, mert otthonról hoztunk mindent, tehát... köszönöm szépen a lörket, köszönöm szépen. The Town Park. Hát azt mondta, hogy ugye szabadon prédikálhat a városi parkban. És még egy dobozt is ad, amire kiállhat. Az egy porondot gondolom, arra gondol.
Jó, hát na, akkor megkaptuk a spiritúdat, a spirit, vagy a story is ment. Hát érdekes. Jó, akkor ezt a ízét, ezt a legközelebb lesütjük. Most egyelőre a kajának valót, ezt bedobom a izéba. Bedobom Flémihez. Eladom gyorsan ezt a rengeteg cuccot, ami nem kell. Ez 20-at doné... 20-at... Húha, na mindegy. Ezeket eladjuk. Gondoltam, hogy... Opa, ott maradt egy. Gondoltam, hogy ez 20-at csinál. Nem figyeltem, aztán rányomtam, hogy maximum anyagot csinálja, vagy nem tudom. Na mindegy. Ez, meg ez. Ezek mehetnek. Többit bedonételjük. Jaja, kellenek a képek. Kellenek a képek, chef. Na, donételjünk egyet, akkor ezt is, meg ezt. Jó, én meg lógok a receptekkel. Na majd. Hát maradt nálam 19 bor, sem tudom, mi a tökömet fogom. Nem tudom, mit csinálja 19 borsóval. Na mindegy, hát... hát ez van. 19 szem borsóval. Mindenki lóg a kaja kontenttel, így van. Na, hát ugye előre ezt ápakoljuk. Rendet rakunk, itt is rendet rakunk. Oké, mindenki ki van üzélve, questelve, minden eladva. Na, hát jó. Akkor holnap rá.